Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, Önök a Zónát látják. A mai vendégünk pedig Török István, a Pest megyei Értéktár Bizottság elnöke. Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket is. Valahol ott kell kezdjük, bár a műsorunkban már többször szó esett, akár itt a Zónában is, de a Williams TV számos műsorában az értéktárakról. Tehát egyáltalán, hogyha valaki mégis most hallana erről, miről szól ez az értéktár? Ha nagyon röviden kéne elmondanom, akkor tulajdonképpen ez egy ilyen piramis felépítésű struktúra. 2012 óta beszélhetünk értéktárbizottságokról, amelynek a szerepe a létrehozásának az volt, hogy városi, megyei, országos értékeinket megőrizzük, katalogizáljuk, bemutassuk, és még jó esetben menedzselni is tudjuk. Ezek a piramisnak az alsó szintjén állnak a városi értéktárak, ezt most nem leminősítve mondom, csak egy fizikai, az alap, így van, ez egy széles alap. És amik onnan érkeznek be javaslatok a megyei értéktár számára, ez nagyon sokféle területről, személy, elhunyt, már nem élő személyek életműve, kulturális események, ami adott térségben mondjuk nagyon jelentőséggel bír, épületek, épített környezet, természeti érték, de akár gasztronómia. Tehát nagyon sok területről érkeznek be javaslatok, és amiről a bizottságunk úgy gondolja, persze nem saját döntésünk alapján, hanem a szakértőkkel egyeztetve, hogy az olyan szintű érték, ami valóban egyrészt a megyét is reprezentálja, illetve a megyén belül többfelé is ismerté teszi azt az adott települést, akkor azokat bevesszük megyei értéktárként, vagy értékként. Sőt, és itt éppen egy vecsési példával szolgálhatok a káposzta savanyítás kapcsán, ez például egy olyan érték, amit a megyei bizottságunk felterjesztett, és bekerült az országos értékek közé is. Ez már egy még magasabb szint. Tehát egy országos jelentőség. Országos jelentőség, a vecsési savanyú káposzta, azt hiszem az egész országban ismert. E fölött már csak az úgynevezett hungarikum szint van, ami olyan értékeket jelent, amiről Magyarországot azonosítják. Ön számos ilyet lát Pest megyéből. Bár ugye, amikor mindig erről beszéltünk, azért sokszor azt is észleltük, hogy sokszor ami mellett élünk, ami nekünk hétköznapi, ez lehet, hogy érték. Hogy hogyan bíztatná azokat, akik még lehet nem látták meg a mellettük rejlő értékeket, illetve van-e önnek kedvence? Erről van is egy ilyen kis anekdóta, hogy egy turista jár egy kis faluba, és megkérdezi, hogy hát van-e itt valami érdekesség látnival, és azt mondják neki, itt nincs semmi, menjen át a szomszédvárosba, ott nagyon érdekes, de menjen ide, menjen oda. Majd ő megkérdezi, hogy visszakérdez, de hát ez az építmény, vagy ez a híres látványosság, hát ez ugye itt van önök. Hát persze, hogy minden nap elmennek mellette, emiatt kialakul egy ilyen vakság, hogy sokszor észre sem veszik. Én budaörsiként magam is éltem azzal a lehetőséggel, hogy javaslatot tegyek, és volt olyan budaörsi érték, ami bekerült a megyei értéktárba. De például nagyon-nagyon vártam a Pátyi pince sort, nagyon vártam az épített örökségben mondjuk a Biatorbágyi viaduktot, és bizony hosszú időt eltelt. Amíg egyáltalán... Most már bekerültek, mert ugye ilyenkor azért ez úgy működik, hogy a város, a település ajánl. És hogyha ön úgy látja, mint a környéket ismerő, hogy ez bizony beleférne, akkor ön érezheti, hogy itt valami kis deficit. Próbálom felhívni ilyen esetekben a figyelmet, illetve a megyétől Aranka munkatársunk, Kicsfaludi Aranka. Neki ez a feladata? Ő nagyon sok polgármesterrel egyeztet, nagyon sok helyen járja a megyét, és próbálkozik azzal, hogy menedzselje ezeket a megyei értékeket. Én például budaörsiként nagyon szomorúan éltem meg azt, hogy a budaörsi képviselőtestület nem nagyon foglalkozik ezzel, nem is hozott létre értéktárbizottságot, tehát a budaörsi bekerülő értékek azok úgy kerültek be a megyei értéktárba, hogy budaörsön nincs is ilyen bizottság. És akkor ez hogy működik? Tehát ugye, ha jól emlékszem és jól láttam, civil szervezetek, civil emberek is a törvény alapján jelölhetnek. Így van, pontosan az a lényeg, hogy egy-egy ilyen jelölésnél egy adatlapot kell letölteni, az elérhető az Értéktárbizottságunk, illetve a Hungarikum weboldaláról is,
és hát minél több fotóval, dokumentációval, leírással kell alátámasztani az, hogy miért is fontos dologról van. Ezek akár lehetnek régebbi dokumentumok, történelmi példák. Most egy személyes kérdés, hogy önnek, aki tényleg lát nagyon sok mindent, akár országos szinten, de ugye az értéktár része a határon túli értékek is, hiszen az is az alap, a piramisnak az alján található, hogy önnek van azért már így a... Ugye a műsor előtt beszéltünk, hogy ön közel 6 éve, ha már meg is van a 6 éve már az elnöke a bizottságnak, hogy van valami kedvenc, ami azért azt mondja, hogy ez jó, hogy bekerült, vagy ilyet nem mondhat az elnök. Előbb is mondtam néhány példát. De ezek mind a kedvencek voltak. Ezek mind kedvencek voltak, illetve értelemszerűen hát hazahúz a szívem Budaörsiként. Ott mi volt a Budaörsi? Mert azt mondta, hogy van, de azt nem... Például a Schwab épített környezet, egyházi emlékek, a kőhegyi kápolna, a Kálvária domb és annak a hozzátartozó másik kápolna, tehát ez egy olyan kimagasló érték, vagy a virágszőnyeget is említhetem, ami annak idején még a 30-as években a Magyar Filmhíradóba is bekerült. Tehát kőhegyi passió, az gyakorlatilag az Obermergaui passióval egy szinten emlegették, tehát egy európai szintű érték volt annó. Mennyire tudnak egyébként az emberek arról, hogy egyáltalán ezek a dolgok még léteznek, hogy egyáltalán mennyire figyelnek. Ugye a mai felgyorsult, ez egy közhely, hogy nagyon rohanunk, és... Olyan mondást szoktunk hallani, valaki azt mondja magára, hogy én Vas megyei, Vasi vagyok, vagy azt mondja, hogy Nógrádi vagyok. Nagyon ritkán hallunk ilyet, hogy valaki azt mondja, Pest megyei vagyok. Abszolút. Ez a megyének a sajátos struktúrájában is adódik, hiszen egy ilyen gyűrűszerű képződménye. Nem akarjuk azt mondani, hogy Budapestnek bármi köze lenne. Te főváros körül egy ilyen gyűrűt, jól elnyújtott gyűrűt képez, és miután területileg is nem egy olyan jellegű, mint például egy megyeszékhelyre gyakran bejárnak mindenhonnan, ide is a fővárosba, de én az egész országból értem, szóval mindenki jobban ismeri, én is mondjuk Török Bálintot, Budakeszit, gondolom a vecsésiek is jobban ismerik a környező gyál, Üllő, így van, amik fizikailag közelebb vannak hozzájuk. Mi 260 értéket tartunk nyilván a megyéből, ez nyilván nem egy számokra vonatkozó verseny, tehát nem is az a lényege, hanem hogy amik bekerülnek, azok valóban igazolhatóan megyei értékként szerepelhessenek. Viszont pont a megyének emiatt a gyűrűs struktúrája miatt kitalálunk dolgokat. Például szervezünk megyei értéktár túráink voltak az elmúlt évben, ilyen buszkirándulások, amikre lehetett jelentkezni, és egy-egy környék több megyei értékét ilyenkor meglátogattuk. Vagy szerveztünk, és már körülbelül egy olyan 50-70 helyen volt kiállításunk, amikor a megyei értékekről készült fotótablókat járattuk körbe, már közben... Igen, ezekből én is láttam már, igen. Több helyen is volt már. Meg azért jelentek meg kiadványok is. És jelentek meg kiadványok, legutóbb ugye gasztronómiai kiadvány, ami megyének a... Igen, Pest megyében azért erre figyelni. Finom ízeiről. De zenei kiadvány is jelent meg Kodálynak a gyűjtéseiből, például a CD. Tehát próbáljuk a megyén belül azt is menedzselni, hogy egy kicsit ismerjük meg egymást, aki mondjuk Budapesthez képest a túloldalon van. Jön, mint Budaörsiként, ugyanúgy Pest megyei, mint akár itt egy Üllői, vagy egy gyáli, vagy egy ecseri ember, és hogy valahogy még sincs ilyen több ezer kilométeres távolság, de a megye struktúráltsága miatt, ahogy mondja, hogy ez a gyűrű, hogy mintha nagyon nem egy, tehát nem tudnánk úgy gondolni, hogy ön mondja, hogy Vas megyei, Szabolcsi, igen, Borsodi, igen. És akkor ezzel mit, hogyan lehet egy, ugye erről még beszéltünk régebb az Andrással, tehát beszéltünk arról, hogy valahogy ki kéne alakítani egy attitűdöt, egy Pest megyei, milyen ez egy Pest? Elnök úrral úgy szoktok megfogalni, egy Pest megyei brendet próbálunk. Igen, igen, ez a trendibb kifejezés. Igazából azt is takarja, hogy egyrészt nem csak számba veszük ezeket az értékeket, hanem megismertetni próbáljuk. Most egy nagyon fontos és szerves része ennek az, hogy minden évben szoktunk azzal kapcsolatban pályázatot is hirdetni, ahol kimondottan arról szól, hogy adott megyei érték mennyire van jól menedzselve. Ha egy gasztronómia vagy turisztikai eseményhez, vagy egy látványossághoz szerveznek akár egy többnapos rendezvényt az adott településen, civil szervezet, önkormányzat, vagy együttműködése, és oda
ennek híre megy, és meghívnak, vagy egyszerűen csak a jó híre folytán mások is átjönnek a megyéből, akkor már is kialakul egy ilyen kis átjárás, ismertség, ami úgy gondolom, hogy jó és fontos. Tehát ezért ez a megyei értéktárban való szereplés, ez egy lehetőség is, egy marketing lehetőség is, elsősorban turisztikai. Igen, ez azért jó, hogy mondjam, mert ugye, ha már itt tartunk, ugye itt környezetünkben, a vételkörzetünkben számos kisebb, számos nagyobb település található. Én ugyan nem tudom, hogy ki az, aki még nem kerül be az önök értéktárába, ezt önök jobban látják, majd néhányat mondok is, hogy ki kerültek be. De miért fontos egy településnek, hogy része legyen az értéktárnak, hogy ugye azt tudjuk, hogy a piramisnak az is a lényege, hogy aztán akár Hungarikum irányába is lehet ugye haladni. Hát igen, tehát itt például a Vecsési Káposzta példája nagyon jó volt, mert ez bekerült a Nemzeti Magyar Értéktárba is, de most is éltünk egy ilyen felterjesztéssel, egy műszaki építészeti különlegesség kapcsán alakja egy adótorony, ami az is egy csoda, hogy egyáltalán igen, fennmaradhatott, mert szó volt az elbontásáról, a háborús időszakban egyszer fölborult, bár az se egyszerű volt eldönteni, de sikerült annyi acél rögzítő sodronyt elvágni, hogy eldőlt. De még akkor se esett szét, tehát kisebb javítás után vissza lehetett állítani. Ez például, ez azért jól mondja, mert ez se túl... Ez hát például, aki oda megy, meglátogatja, az maga egy csoda, az, hogy az az óriási fémszerkezet gyakorlatilag egy kerámia gömbön áll, amit a zsolnai, ha jól emlékszem, zsolnai porcelángyár készített, egy ilyen nagy szilárdságú gömbön. Ugye szigetelni kell az adóantennát a talajtól. És erre és egy ez volt a legklasszikusabb. Így van, de hát ha egy gömbön áll egy ilyen szivar alakú acéltorony, azt azért elég pontosan kell beállítani, hogy... A másik érdekessége pont ennek az adott toronynak, hogy ugye Trianon után sok mindent megszabtak, például azt is, hogy Magyarországon mekkora építmények épülhetnek, és nem haladhatja meg, ha jól tudom, a párizsi Eiffel-torony méretét, így volt megszabva az acélszerkezetes építmény. De most ez megépült akkor erre, majd rátettek még egy pici antennát, és így túlléptük azt a sávot. Tehát vannak az értékek kapcsán nagyon sok ilyen érdekes színes sztori is. Ez van. Azért is jó, mert ugye, hogyha valaki megnézi akár az önök weboldalát, akkor azért látja, ott nagyon sok érték szerepel. De hogyha ön, akár így elmondja most a nézőknek, hiszen az értéktár bizottságnak elnökének gondolom az is egy feladat, hogy minél több körben megismertethesse, hogy van ilyen, hogy ennek is megvan az érdekes, az emberi arca, hogy hogyan lehetett akár kialakítani egy ilyen adótornyot, ami tényleg egy Kejfej Jancsiként ki kell egyensúlyozni, aki én is érdeklődök akár a 20. század és a század elő iránt, és én se tudtam, hogy a Lakihegyi adó például ilyen, tehát az sem, hogy feldőlt. Tehát hogy ez mondom, hogy van ennek egyfajta ilyen emberi érdeklődés felkeltő. Van egy történet, és akik például ezekre a túráinkra jelentkeztek, eljöttünk velünk, ők ezt meg is nézhették, mert ott egy nagyon jó kis fotóanyag volt, még a feldőlt állapotról is. És azt lehet tudni egyébként, ha már itt adótornynál tartunk, hogy akkor ez, amikor feldőlt ezt, akkor a háború után visszaállították simán? Igen, gyakorlatilag miután az acélszerkezet nem sérült meg súlyosan, így vissza lehetett állítani. Ugye beszélt arról, hogy itt a környéken a Vecsési Káposzta, mint brand, országos ismertség már az országos értéktárban van, például az Ecseri Lakodalmas, hogyha a nézők ezt nem tudták, vagy a Gyömrői Teleki Kastély, illetve Üllön a Doberdői Bánlaki József emlékműve. Tehát, hogy csak egy-két példát mondtam, és van-e olyan, amit úgy gondol, hogy akár egy település nem ismert föl, és ön, mint aki jár nagyon sokat, így súgna, hogy a... Hát, én ebben nem... Azért nem akarja befolyásolni, mint a... Igen, tehát én mindig inkább megvárom, hogyha kívülről érkeznek javaslatok, mert ez véletlenül se úgy kéne kinéznie szerint, vagy véleményem szerint egy értéktári munkának, hogy mi majd megyei bizottság föntről megmondjuk, hogy önöknél mi az érték. Ez mindig helyből várjuk a javaslatokat, és néha mi is rácsodálkozunk, hogy hú de jó ötlet, amit javasoltak. Van olyan, amit már így lát, hogy ugye a szinteken, a piramison végment is, hogy Hungarikum már válhat akár? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. A Hungarikumban ott már tényleg nagyon kevés van. Ott olyanok vannak, hogy Piktéli Szalámi, vagy a Gyulai Kolo, tehát amiket külföldön is ismernek. Tehát ahhoz már kell egyfajta nemzetközi... Ha jól tudom, Tokaji bor értelemszerűen. Tehát ott már nemzetközi ismertség van. Az országos hazai értéktárba bejutni az is egy nagyon nagy megtiszteltetés.
megyéből még a Mirelit Mirza fagyasztási technika, illetve ez a Mirelit termék. Itt nagyon sok ugye azt mondják, hogy bármire a veszek egy, most nem akarok itt reklámot, tehát nem, mondom, bárhol bemegy, nem mondok cégnevek. Egy diszkontba. Bemegy egy nagy multihoz, és vesz a fagyasztóból egy borsót, vagy valamit. Ugye ott nagyon sok név van, a fejünkben megvannak, hogy mik ezek a nevek, de a legtöbbször mindenki azt mondja, hogy veszek egy Mirelit borsót. Most a Mirelit az egy megyén belüli cég. Tehát az nem csak a fagyasztott borsót jelenti, hanem ez egy családi vállalkozás, egy komoly múltra visszatekintő családi vállalkozás. Azért is jó. És remélem, most nem csináltam reklámot, de... Az értékek azok reméljük, hogy pozitív reklámnak számítanak, csak azért kérdem, hogy ezért is jó, mert hogy ez akkoriban, amikor a Mirelit, mint technológia bejött a hétköznapokba, ez óriási előrelépés volt a tartósítás szempontjából, hogy az emberek a hétköznapjaikban ezzel együtt élnek. Ugye bemennek a diszkontba a multihoz, és megveszik. Ki gondolná azt, hogy ez egy érték? Hogy ez a... Van egyébként technológiailag valami unikum például hogyne, ebben? Hogyne. Tehát, hogy amitől például egy különböző? Egy nagyon fejlett technológia, sőt a cégtulajdonos, aki ő ebből írta a doktori disszertációját, tehát élelmiszer kezelés fagyasztás technológiából. Úgy beszélgettünk, szóba került, és egy személyes találkozó, mondtam neki, milyen jó lenne dinnyét lefagyasztani, kár, hogy nem lehet, mert az ember felolvasztja, akkor szétesik plogy. Mondta, hogy vigyek már be neki egyszer egy dinnyét, és ő megcsinálja úgy, hogy nem. És létezik rá olyan technológia, hogy ilyen mínusz 100 valahány fok, vízpárát permeteznek be, és hűtőventilátorok még fújják a Na, ott olyan másodpercek tört része alatt megy végbe a fagyás, hogy nem képződik ilyen kristály szerkezet a gyümölcsön belül. És hát gyakorlatilag megmarad az olvasztás a... után, igen. Egy baja lenne, hogyha egy ilyen dinnyét csinálnánk, ennek kb. 20 ezer forint lenne az ára. Tehát a költség oldal nem teszi racionálisra, hogy ilyen technikát alkalmaz. Mielőtt még néhány kérdés a személyes vonatkozású lenne, az érdekelne, hogyha így ön rálát most akár a megyei értékekre, csak néhány példát még, ugye most néhányat felsoroltunk a környékről, hogy segítsünk azoknak, akik akár elmennek a hétköznapjainkba ezek mellett, az értékek mellett, hogy néhány olyan dolgot, amiről nem is gondoljuk. Ugye a fagyasztott dinnyéről nem biztos, hogy ezt gondoltuk volna, hogy ez egy érték. Hogy van-e néhány ilyen nagyon érdekes dolog? Ugye most a felkészülés során láttam, hogy nemzetközi megkeresés lett abból, hogy például az érdi minaret létezését sokan a helyiek nem tudják. Tehát, hogy igen. Néhány ilyen példa. Viszonylag pici minaret a Dunapart közelében, és nagyon sokan valóban a helyiek nem tudják. Ugye Pécset ott jobban ismerjük, hogy vannak török-kori emlékek, de bizony Érden is volt, és így bekerült egy ilyen gyűjtő csapat számára célpontként, és ő is, ha jól tudom, a mi megyei weblapunkról vette az információt. Ugyanilyen a viaduktnak a Biatorvágy, amit már említettem a története. Én nekem főleg az ilyen műszaki technikaiakat nagyon szeretem. Néhányat mondjam, mert hogy nagyon is, érdekel. De ezt most nem akarok hát nézőket befolyásolni. Maga a viaduktnak a robbantása, a Matuska-féle robbantása, az már eleve egy ilyen érdekessé, színessé teszi a történetet. Nyilván maga idejében ez egy szörnyű terrortámadás volt, és egy tragédia. Az, hogy az a híd megmaradhatott, az egy külön sikertörténet, hiszen ott is fölmerült az elbontása, mert miután már nincs rajta vasúti forgalom, tehát ott lehet rajta nyugodtan sétálni, aki megnézi. Így nem volt a MÁV szempontjából lényeges az, hogy megmaradja, mert ezért, ha megmarad egy ilyen építmény, annak fenntartási költsége, állagmegóvás is van, de szerencsére megmaradt. Tehát ez egy a Gyóni versenypálya, amit említhetnék, Dabas-Gyóni versenypálya, az egy európai hírű különlegesség volt, egy viszonylag nem túl hosszú szakaszon, de gyakorlatilag földrajzilag egy ilyen nyílegyenes vonalnak tekinthető. Tehát nincsenek benne emelkedők, lejtők, és emiatt ott sikerült egy olyan betonpályát kialakítani még a 20. század elején, ami miatt angol, amerikai, olasz nagy versenyzők, az akkori Ferrari-tól kezdve a Fiatnak, tehát komoly nemzetközi hírű versenyzők jártak ide gyorsulás és teszt vezetésre. Mert olyan tökéletes volt a pálya szerkezet a nagy stabilitás miatt. Tehát rengeteg ilyen példát lehetne még felsorolni. Még van valami kedvencem, mert én nagyon szeretem a technikai dolgokat. Most egyébként én is reméljük, hogy a nézők erre használják, hogy esetleg majd meglátogatjuk. Mert például én nem voltam még a viaduktnál, ugye fényképpen láttam. Érdemes megnézni. Néha Pátyi pincék kapcsán, az is egy különlegesség, azt is már korábban említettem.
az gyakorlatilag egy ilyen erdős, dombos, hegyes területen van kialakítva. Tündéri kis régi pincék, borospincék. Ott például még, amikor nem is volt megyei érték, de van egy Magyarországon, talán néhányan ismerik egy ilyen játék, hogy geocaching, ami arról szól, hogy kellően elszánt emberek így GPS-el mennek és keresgélnek ilyen geoládákat. Most nem részletezem, ez egy olyan láda, ilyen kis műanyag doboz, amiben talál valami ajándékot az övé, és ő is behelyez egy ajándékot. Tehát ez úgy működik, hogy meg, de nyugodtan mesélj, ez is egy jó játék, főleg most, amikor szabadba kell menni, hogy egy picit... Ez úgy működik, hogy mondjuk egy fagyökerénél van elrejtve egy ilyen műanyag ételes doboz, és akkor van benne kis öngyújtó, vagy nyaklánc, vagy kedves, valami kis apróság, amiből én egyet kivehetek magamnak, megtarthatom, és egy valamit én is belehelyezek a következő megtalálónak, és persze van egy ilyen kis könyv, amiben be kell írni, hogy kitalálta meg azt a kis ládát. És akkor így kerültek? Pátyon például még nem is volt megyei érték, de már volt egy ilyen elhelyezett kis geoláda, és emiatt nagyon sokan már akkor mentek oda megnézni, mert tényleg egy festői különlegesség ott azon a területen. Ha már a festői szépségeknél tartunk, azért arról se feledkezzünk meg, hogy ön művész is, tehát festő. Mi az a téma, ami így közel áll önhöz, akár a festészetben? Hú, hát ez nálam egy ilyen elég összetett, ilyen hullámzó. Én magam is festőművész vagyok, gyakorlatilag az elmúlt 20-25 évben ezzel foglalkoztam, és akkor ezek szerint most sikerült elszólnom magam az előbb ezzel a kifejezéssel. A feleségem Mészáros Vivien is, édesanyám, nagyszüleim, tehát én festő dinasztiából is származom. Főleg én csendéletek, tájképek, ez ami, de portrékat is, tehát mindenféle, viszonylag én a realisztikus festészet híve vagyok. Tehát akkor ön egy kicsit azért is kérdeztem erre rá, hiszen ön ezeket a természeti szépségeket, vagy akár épített örökségünket más szemmel is nézi, tehát csak ezért is. És ön most egyébként a feladata és a munkája mellett még azért a művészetnek is él ebből a szempontból, tehát fest? Most igen, megyei képviselőt vagy bizottsági elnöki feladataim mellett azért tudok ezzel is, van egy saját kis KFT, mert restaurálással, tehát sok minden műkereskedelmi dolgokkal is foglalkozom. Illetve volt olyan, amikor mindezt nem csinálhattam, mert főállásban korábban Budaörsön alpolgármester voltam, illetve Budaörsön is voltam képviselő. Tehát most akkor egy picit a munkája, és úgymond, hát ezt ne nevezzük hobbinak, hanem az a hivatás, vagy amit ön hobbi szeret csinálni. Jó, ez hobbi. Az igen, hogy ez most így összeért, tehát igen. A lelkesedés azért ennek is köszönhető. Természetesen. És, hát sajnos a műsoridőnk az sosem a barátunk, hogyha egy néhány évre előre tekint, akkor mi az, amit akár a bizottság elnökeként ön nagyon szeretne? Nem most, hogy konkrét értékekre, hanem hogy egyáltalán, hogy a szemlélet, akár az emberek szemlélete a saját értékeiként. Ez egy fontos dolog, amit említett szerkesztő, a szemlélet. Én szeretném azt, hogy mindenki helybe észrevegye a saját értékeit. Ha valahol nincs városi vagy települési érték, akkor addig piszkálják az önkormányzatot, amíg az megcsinálja ezt a bizottságot, vagy átadja a feladatkört egy erre lelkes és szívesen foglalkozó civil szervezetnek. Így van. Tehát én szeretném, hogyha ez minél nagyobb arányba a megyénkön belül tudna működni, már most állunk rosszul. És hát ami másik fontos dolog, hogy ez a menedzselési szemlélet ez minél jobban működjön, mert akkor egy-egy érték kapcsán lehet pályázatokon részt venni, lehet valóban komoly nagy rendezvényeket is oda kapcsolni. Tehát arra gondol, hogy mielőtt elköszönnénk, hogy ha van egy értékünk, akkor azt úgy trendi szóval promózzuk, vegyünk részt, nyomjuk a különböző helyeken, akár ugye itt, ha Vecsésről beszélünk, amikor éppen lehetett a Káposzta Fesztivál, tehát igen, azt az értéket azért tegyük közelli az emberekhez, hogy ne csak egy kis úgymond a táblázatba behelyezve igen, vagy... És én ezt javaslom például, jó lenne, hogy én sem tudom pontosan, hogy mikor van Káposzta Fesztivál ide, bár szívesen eljönnék egyszer megnézni, ha és amennyiben a COVID-helyzet is majd ezt lehetővé teszi. Tehát jó lenne ezeket az infókat minél jobban megosztani megyén belül is. Mi erre törekszünk a honlapunkkal és a Pest megye hún elérhető értéktári honlappal. Igen, ezt mondja is el, hogy egy néhány elérhetőséget, ami fontos, akkor még említsenek. Hát a megyei honlap, pestmegye.hu-n elérhető az értéktárnak a munkája, és ott rengeteg cím szerint össze van rakva a megyei értékeink, ott van egy rövid leírásról, rengeteg fotóanyag, és olyan dolgok, ami figyelemfelkeltő.
ugye csináltunk erről nyomtatott kiadványt is, sőt például készült drónfelvétel, ami az utazás kiállításon szerepel, tehát ezeket érdemes megnézni, és utána élőben is felkeresni ezeket itt a helyszínt. Műsorainkban szoktunk beszélni, és aztán már tényleg elköszönünk, időnk lejárt, hogy hogyan érik el a fiatalokat. Én azt látom, hogy a megye azért gondolom van némi összefüggés azzal, hogy az értékeit néha bemutatja a Facebookon, a közösségi oldalon akár egy programot, hogy azért van együttműködés, tehát a hétköznapokban is beszivárognak ezeket. Igen, bár a fiam azt mondta, hogy a Facebook az már lassan az olyan időseknek szól, mint én, mert hát már rég nem Facebook van, hanem Twitterni lehet, hanem TikTok és egyebek. Hát az a műfaj még nem a miénk, tehát ahhoz túl rövid lenne egy ilyen, de Facebookon ott elég jelentősen jelen vagyunk, és próbálunk minél több embert elérni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a meghívást. Török István, a Pest megyei Értéktár Bizottság elnökét látták, és hát nekem sem maradt más tisztem, mint hogy gyorsan elmondjam azokat a fontos elérhetőségeket, amelyeken minket elérnek. 29-es körzetben a 352-362 vonalas számot hívhatják, hogyha észrevételük van, e-mailt is küldhetnek a williams@williams.hu e-mail címünkre, illetve műsoraink elérhetők a YouTube csatornánkon, és a williams.hu honlapunkon akár élőben is nézhetik, és reméljük, hogy nézik is. Ne feledjék, önök is a zónában vannak, és viseljenek maszkot. A viszontlátásra!